Várják a jelentkezőket. 550 új munkahelyet teremtenek a börtönépítések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A munkavállalók toborzása már szeptemberben elkezdődik. Népszerűek a hitelek. A 2008-as válság óta nem vettünk fel annyi lakáshitelt, mint idén júniusban. Az elmúlt hónapokban pedig a személyi kölcsönök száma is rekordot döntött. Nincsenek a rendszerben. Júliusban több mint 500 000 embernek volt rendezetlen Magyarországon az egészségbiztosítási jogviszonya. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A két új büntetés végrehajtási intézet Kemecsén és Csengerben összesen 1050 fő befogadására lesz alkalmas. Csengerben egy 6,5 hónapos felnőtt képzést is szeretnének indítani, mivel így helyben tanulhatnának a börtön leendő alkalmazottai. A munkavállalók toborzása már szeptemberben elkezdődik. Ezen a 6 hektáros területen épül majd börtön Kemecsén, itt részlegesen már a termelés alól is kivonták a területet. Ezt, valamint a közművesítést ingyenesen biztosítja a város önkormányzata. A magyar kormány még tavaly hirdetett meg egy pályázatot, ennek eredményeként az országban 8 településen épül börtön a közeljövőben. Ezek közül 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kemecsei létesítmény építése jövő tavasszal kezdődik, és 2018 nyarán fejeződik majd be. 550 fő befogadására lesz majd alkalmas a létesítmény, amelynek üzemeltetéséhez 250 munkavállalóra van szükség. Ezt a 250 munkavállaló kérdésében is már komoly egyeztetéseket folytattunk személyügyi kérdésekben. Kemecse honlapján is megjelent többek között az az információ, hogy milyen szempontok alapján történik a kiválasztás is. Itt a Kemecse is térségéből, itt ebből a térségből közel, hát most természetesen kellenek majd szakemberek, akik a meglévő rendszerből a tapasztalatot hozzák, de több mint 200-220 munkavállalót a Magyar Állam, vagyis a Büntetés Végrehajtási Intézet, az Kemecse és térségéből kívánja fölvenni ezeket a munkavállalókat. Elsősorban ugyebár érettségivel rendelkezők, és természetesen felsőfokú végzettséggel, főiskola, egyetem, BA, BSC, AMSC képzéssel rendelkező munkatársakat is várunk. A munkaerőtoborzás már szeptemberben indul, először őröket keresnek majd. Csenger külterületén is börtön épül majd, ezen az 5,5 hektáros területen. Itt 500 férőhelyesre tervezték az intézetet, amelynek építését 2017 márciusában kezdik el. A létesítmény működéséhez itt is 250 munkavállalóra lesz szükség, akik majd egy komoly szűrésen esnek át. Egészségügyi vizsga, fizikai és pszichikai teszt után ősztől már állományba is veszik őket és fizetést is kapnak. Csengerben középiskolai rendészeti képzést is biztosítanak az érdeklődőknek, valamint egy 6,5 hónapos felnőtt képzést is szeretne helyben megvalósítani a város vezetése. A Csengeri Gimnázium már rendészeti képzéssel gondolkodik azon, hogy az alapképzést meg fogja adni az odavágyó dolgozóknak, és a rendészeti képzés után, mikor érettségit szereznek és szakmát szereznek, akkor utána pedig a Büntetés Végrehajtás Intézetnek szeretnénk, hogy egy ilyen felnőtt képzési rendszerébe tudnának tovább tanulni. Még nem tudjuk, hogy Csengerben lesz a képzés, vagy Budapestre be kell lesz járni, de ha Budapesten lesz a képzés, akkor is hétköznap kell nekik beutazni, hétvégén hazajöhetnek, és minden úti költséget, szállást, étkezést az intézet, országos parancsnokság fog majd állni. A kezdő fizetés, akik már szeptemberben jelentkeznek, bruttó 220 000 forinttól fölfelé lesz, ez az alapfizetés. A tisztek kezdő fizetése bruttó 300 000 forint lesz majd, de más ágazatba is keresik a munkavállalókat, például egészségügyi és konyhai dolgozókat is alkalmaznak majd az intézetekben. A országos parancsnokság tervez még egy 50 fős non-profit KFT-t, amelybe szintén olyan szakemberek kerülhetnek be, akik majd a munkaerő közvetítésnél fognak szerepet játszani. Itt nyilván kellene könyvelők, kellenek majd különböző szakemberek, agrármérnökök, gépészmérnökök, attól függ, hogy milyen szakokat és milyen munkahelyeket fognak majd ott, munkavégzéseket fognak végrehajtani az intézetben lévők és a fogvatartottak.
A település polgármestere hozzátette, mivel Csenger is térsége határmenti város, ezért az ott lakók már hozzászoktak az egyenruhásokhoz. Az önkormányzat lakótelepet is szeretne kialakítani azok számára, akik majd a börtönben dolgoznak és ezért Csengerbe költöznének. Így a település egy teljes életpályamodellt kínál a fiatalok számára. A 2008-as válság óta nem vettünk fel annyi lakáshitelt, mint idén júniusban. Az elmúlt hónapokban pedig a személyi kölcsönök száma is folyamatosan rekordot döntött. A lakáshitelezés lendületének fontos magyarázó tényezője a csók. A fogyasztási kölcsönök pedig az olcsónak mondható alacsony kamat miatt keresettek. Júniusban a személyi kölcsönöket keresték leginkább a pénzintézetekben, de a lakáshitelek is közel másfélszeresükre nőttek az előző év júniusához képest. Az utóbbi egy évben összesen mintegy 441 milliárd forintnyi lakáshitelt és 290 milliárdnyi fogyasztási hitelt helyeztek ki a bankok. A legkeresettebb, talán azt mondanám a legdinamikusabb a személyi fogyasztási hiteleknek a növekedése. Az elmúlt év hasonló időszakához képest már több mint 60%-kal több, tehát a két hónapban több mint 60%-kal folyósítottak magasabbat a bankok, mint az előző év két hónapjában, ugyanebben az időszakban. A másik pedig a lakáshitelek természetesen. Ezeknek az oka lehet a reáljövedelem emelkedés, foglalkoztatás növekedés, de amit megjegyeznék, és nem utolsó sorban mondanám, a kamatmérséklődés. A THM, vagyis a teljes hiteldíj mutatók csökkentek. Úgy a lakáshiteleknél, hát több mint 5%-ot mondanám, hogy csökkent a fogyasztási személykölcsönöknek a THM-je. A nemrég alakult Kelet-Takarék elnöke azt mondta televíziónknak, náluk a személyi kölcsönök állománya nem nőtt jelentősen, inkább a növekedési hitelprogram és a lakáshitel termékeit keresik az ügyfelek. A személyi hitel más néven szabad felhasználású jelzel a hitel, vagy pedig fogyasztási hitel az, amiről igazából beszélhetünk, mindkettő valamennyi nőtt az elmúlt egy évben. De nem akkora mértékben, mint mondjuk a lakásvásárlási hitelek, illetve egyéb vállalkozói hitelek. Azt látjuk, hogy annak is köszönhetően, hogy alacsonyabbak a kamatlábak mernek jobban hitelhez nyúlni a lakossági ügyfelek is. A Magyar Nemzeti Bank szerint nem kell újabb eladósodástól tartani. A 2013-ban életbe lépett szabályok ugyanis korlátozzák az ügyfél hitelének mértékét az ingatlan értékéhez mérten, illetve a hiteltörlesztést a jövedelem arányához kötik. Sokan nem fizetnek TB-járulékot. Csak júliusban több mint 500 000 embernek volt rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonya. Az ellátásra jogosultságot könnyen a tajszám megadásával ellenőrzik az egészségügyi szolgáltatók. Az OEP arról tájékoztatta televíziónkat, az orvosok rendezetlen jogviszony esetén sem tagadhatják meg az OEP által finanszírozott ellátás nyújtását, és nem térítethetik meg a beteggel az ellátás költségét sem. Tart a rendelési idő Kótajban, a betegek itt sem fizetnek az ellátásért, mert a társadalombiztosítás fedezi a költségeket. 2007 óta a kórházak és az orvosi rendelők is összeköttetésben állnak az országos egészségbiztosítási pénztárral, így a tajszám alapján látják, hogy ki fizet vagy ki nem fizet rendszeresen az egészségügyi szolgáltatásért. Csak júliusban több mint 500 000 embernek volt rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonya, ezt a rendszer piros betűvel tünteti fel, a statisztikák szerint minden 20. magyarnak van TB tartozása. Ugyanúgy meg kell, hogy kapja a páciens a megfelelő egészségügyi ellátást, viszont nyomtatunk ki egy értesítőpapírt, amire ráírjuk az adatait, és ezzel be kell mennie az egészségbiztosítási pénztárhoz, hogy a jogviszonyát rendezze. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege ez év elejétől 7050 forint havonta, tájékoztatta televíziónkat a NAV sajtóreferense. Magyar Norbert kiemelte, ennyit kell például azoknak fizetni, akiknek megszűnik a munkaviszonyuk, ám fontos, hogy az érintettek 45 napig még támogatottak, így csak a 46. naptól kell maguk után járulékot fizetni.
Ide esnek egyébként a diákok is, akiknek megszűnik a tanulói jogviszonyuk, hogyha álláskeresési járadékot nem kérnek, és nem sikerül a 46. napon munkába állniuk, akkor saját maguk után kell ezt a járulékot megfizetni. Abban az esetben, hogyha az érintettek nem fizetik meg ezt a járulékot, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el az adatait a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, mi pedig adók módjára hajthatjuk be ezt. Ebben az évben az OEP havonta átlagosan 38 ezer fő személyi adatait adta át az adóhatóságnak ellenőrzésre, akik a gyanú szerint nem fizettek TB-t. A jégeső már több mint egy hónapja pusztította a határ mentén, a segítség azonban késik, véli az MSZP megyei alelnöke. Csabai Lászlóné nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a szocialisták 1 millió forinttal támogatták Uszkát, valamint a kormány is biztosított forrást az érintett önkormányzatoknak, ám a biztosítás nélküli családok még mindig ponyvázott tetejű házakban élnek. A politikus sürgetné az intézkedéseket, azt emelte ki, nem szabad hagyni, hogy így várják az ottani családok az őszt és a telet. Mi azt kérjük a megye fideszes országgyűlési képviselőitől, hogy működjenek abban közre, hogy egy segélyalap jöjjön létre az önkormányzatok kezében, amivel a kárt szenvedett családoknak a helyzetét javítani tudják. És különösen fontos ez egy olyan megyében, ahol az egyfőre eső jövedelem 45%-kal alacsonyabb, mint az országos átlag. A nyíregyházi állatpark Tarzan ösvényének Afrika kifutójában már a nagy közönség is láthatja a nemrég született fekete lóantilop és oryx antilop borjút. Az apróságokat hamarosan önök is megnézhetik, előtte nézzük a híradó további témáit. A 21-szeres válogatott Sándor Ákossal erősítette meg játékos keretét a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NB1B rajtjára készülő együttes 11 edzőmeccset játszik a felkészülési időszakban. Az NKC célja az első 6 hely valamelyikének megszerzése a keleti csoportban. Szombaton 15. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Kárpát Kupa nemzetközi teke versenyt. A hazai csapat játékosai mellett a romániai Marosvásárhely, a szerbiai Magyar Kanizsa és a szlovákiai Nagy Sáros tekézői lépnek dobóállásba. A nyíregyházi állatpark Tarzan ösvényének Afrika kifutójában már a nagy közönség is láthatja a nemrég született fekete lóantilop és oryx antilop borjút. A hatalmas állatbemutatóban az apróságok szüleikkel és a fekete kontinens jellegzetes egyéb patás állataival, szitatungákkal, nagy kudukkal, zsiráfokkal és zebrákkal élnek együtt. A hazánkban csak a nyíregyházi állatparkban látható különleges antilopfaj legifjabb tagja, egyelőre leginkább apja és anya társaságában látható, csak úgy, mint a természetben. A fekete lóantilop mindkét neme visel szarvat, mely erősen gyűrűzött és hátrahajló. 3 éves korukig a bikák és a tehenek szinte teljesen egyformák, mély vöröses-barna szőrzetűek. Ivarérett korban azonban a hímek megfeketednek, és szarvuk is hatalmasra nő. A kisállat így nevével ellentétben még nem fekete szőrzetű. Igazi ritkaság a nyársas, vagy más néven oryx antilop is. A 2009 óta az állatparkban élő nyársas antilop tenyészpár igazán sikeres, hiszen 2013-ban már született egy utódjuk, és most ismét egy egészséges borjú látott napvilágot. Az Afrika panoráma legnépszerűbb lakói, a világ legmagasabb állatai, a szavannák vándorló kilátótornyai, a zsiráfok. Az állatpark Rothschild zsiráfokat tart, melyek Ugandában, Kenyában, illetve Dél-Szudánban őshonosak. Veszélyeztetett patásnak számít, a természetben kevesebb mint 700 egyed él belőlük, ezért is örvendetes, hogy a zsiráf tenyész csapatban is rendszeresen kopogtat a gólya. Már elmúlt 1,5 éves parkunk Rothschild zsiráf csapatának legifjabb tagja Kamilla. Az apróságért nagyon sokat aggódtunk korábban, hiszen anyja első elléses volt, nagyon tapasztalatlan, éppen ezek gondozóink vették át a pótpapa szerepét is bizony, éjjel és nappal 3 óránként etették az apróságot. Mivel csak is a mesterséges etetés alatt vettük ki a csapatból, éppen ezért nagyon jól beilleszkedett oda, és most itt az Afrika kifutóban igazi zsiráfként a csapat többi tagjával együtt meg lehet csodálni.
a Nyíregyházi Állatpark tarzanösvényének Afrika állatbemutatójában grevi zebrákat is láthat a közönség. A legnagyobb termetű zebrafaj könnyedén megkülönböztethető a többi zebrafajtól, mert hasa fehér, hátán pedig keskeny fekete sávot visel. A bambuszhídról megfigyelhető még a kifutóban az állatpark 4 fős kudu csapata. A nagykudú a második legnagyobb antilopfaj, egy ivarérett bika súlya akár 250-300 kg-os is lehet, marmagassága pedig 150 cm. Az afrikai antilopok között a legszebb szarvúnak tartják, a bikák dugóhúzószerűen csavarodó szarvat viselnek. A 21-szeres válogatott Sándor Ákossal erősítette meg játékos keretét a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NB1B rajtjára készülő együttes 11 edzőmeccset játszik a felkészülési időszakban. Az NKC célja az első 6 hely valamelyikének megszerzése a keleti csoportban. A legutóbbi szezonban a 3. helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A nyári szünetben nem volt jelentős mozgás a játékos keretben, a kapus Nagy Levente a Ferencvároshoz, Gubó Alex Dabasra, Munkácsi Máté Vecsésre igazolt, és távozott a szerb Miloje Dolics is. Helyükre érkezett Gadnai Attila kapuba, valamint az irányító Erdős Zoltán, a szélső Vasas György és a beálló Sándor Ákos. Utóbbi 21-szer szerepelt a magyar válogatottban, és 15 évvel ezelőtt egy szezonon keresztül már viselt a Nyíregyháza mezét. Nagyon örülök, hogy vissza tudtam ide a szülővárosomba térni, aztán hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a jövő. Bízom benne, hogy nagyon jó reményekkel fogunk nekivágni ugye a bajnokságnak, aztán remélem minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Varga Zsolt, viszont a korábbinál nagyobb szerep hárul majd a két edzőre, Bécsi Jánosra és Grandjean Gáborra. A hivatalos célkitűzésben az első 6 hely egyikének megszerzése szerepel, de a szakmai igazgató szerint igazából csak a 2.-6. hely valamelyikét célozhatják meg. Azt gondolom a bajnokság eldőlt. Furcsa ez, hogy ezt mondom itt a felkészülés másik hetében. A Ferencváros egy olyan csapattal vág neki ennek a bajnokságnak, akik én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy egyáltalán valahol ki tudnak-e kapni. Úgyhogy én azt gondolom a bajnoki cím. Ezzel együtt az 5. fordulóban jönnek Nyíregyházára, nem feltartott kézzel fogunk kézlabdázni. Onnantól lefelé én azt gondolom a 2-6-ig van rá is esélye a csapatnak, hogy oda kerüljön. Látjuk azt, hogy erős lesz a Békés, erős lesz az Ózd, a Kecskemét, úgyhogy nekünk ezekkel a csapatok az Algyű, ezekkel a csapatokkal kell küzdenünk, úgyhogy rá is én azt mondom, hogy az első 6 hely megszerzése a cél ebben az évben. A nyíregyházi KC szerdán az NB1B-ben újoncként induló Tiszavasvári ellen játszotta első edzőmeccsét. Ezen kívül van még 10 felkészülési mérkőzésünk. Egy 7 hetet terveztünk most ebben az évben. Szombaton, illetve már pénteken elutazunk Szlovákiába. Aztán játszunk a Békéssel, az Ózdal, hagyományszerűen játszunk most már egy nemzetközi tornán a Balmazújvárossal, illetve ottani élcsapatokkal. Én azt gondolom, hogy van 10 felkészülési meccs, ami elegendő ahhoz, hogy szeptember 11-én olyan formában és olyan erőben legyen a csapat, hogy hazai meccsen győzelemmel debütáljunk. Az NKC a bajnokság nyitó fordulójában a Törökszent Miklós fogadja. A nyíregyháziak egyébként 32-21-re nyertek a Tiszavasvári ellen. Szombaton 15. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Kárpát Kupa nemzetközi tekkeversenyt. A hazai csapat játékosai mellett a romániai Marosvásárhely, a szerbiai Magyar Kanizsa és a szlovákiai Nagysáros tekkézői lépnek dobóállásba. Az első fordulót szeptember elején rendezik a Szuperligában, így a csapatok már javában készülnek a rajtra. A nyíregyháziak ebben az időszakban idegenbeli tornákon szoktak részt venni, idén azonban változik a helyzet. Szlovenszkijék évek óta megmérkőztek 3 szomszédos ország csapatával, úgy, hogy egy-egy alkalommal mindenki ellátogatott a másik együtteshez. Az idei évtől azonban szezononként csak egy összejövetel lesz. Az első az októberi időpontról előrehozott Kárpát kupa. A szokásos országoknak a csapatai jönnek, Szlovákiából jön a Nagysárosról, Szerbiából Magyar Kanizsáról, és Romániából Marosvásárhely
Teke csapata fog részt venni minden évben ismétlődően ezen a versenyen. Csak most annyi különbség el, hogy mivel ez a 15. nemzetközi Kárpát-kupa, a jubileumi Kárpát-kupa, ezért úgy döntöttünk, hogy mi itt most Nyíregyházán kezdünk, ez lesz a 15. és utána a következő évben, tehát minden évben máshol fogjuk megrendezni ezt a kupát. A nyíregyházi játékosok két hete készülnek, így a riválisokhoz hasonlóan még nincsenek csúcsformában fintáik. Közel fél hónapos felkészülés előzte meg ezt a rendezvényünket, úgy igazából túl nagy elvárás nem lehet majd személy szerint a játékosokra mérve, de mindenképpen a legfontosabb az lehet, mivel tudjuk jó, hogy a többi játékosok is hasonló erőnlétben vannak per pillanat, egy jó felmérő lesz ez természetesen minden csapat részére, de úgy gondoljuk, hogy a legeslegfontosabb, hogy itthon tartsuk a Kárpát-kupát, még ilyen nehézségek árán is. Úgy gondoljuk, hogy nem lesznek olyan kiugró nagy eredmények, mint ahogy az majd a bajnokin várható, de mindenképpen egy jó erőpróba, egy erőfelmérő, és meglátjuk, hogy még játékosunk hol tart a felkészülésbe, és úgy gondoljuk, hogy a sportbaráti kapcsolatok ápolásán felül ez a legfontosabb ebbe a versenyben. A hagyományoknak megfelelően egyéni és csapatversenyt is rendeznek a Kárpát-kupán. Az első 4 játékos szombaton 11 órakor lép dobóállásba, az eredményhirdetés délután 6 óra körül várható. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden. 550 új munkahelyet teremtenek a börtönépítések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A két új büntetés-végrehajtási intézet Kemecsén és Csengerben összesen 1050 fő befogadására lesz alkalmas. Csengerben egy 6,5 hónapos felnőtt képzést is szeretnének indítani, mivel így helyben tanulhatnának a börtön leendő alkalmazottai. A munkavállalók toborzása már szeptemberben elkezdődik. A 2008-as válság óta nem vettünk fel annyi lakáshitelt, mint idén júniusban. Az elmúlt hónapokban pedig a személyi kölcsönök száma is folyamatosan rekordot döntött. A lakáshitelezés lendületének fontos magyarázó tényezője a csok. A fogyasztási kölcsönök pedig az olcsónak mondható alacsony kamat miatt keresettek. Sokan nem fizetnek TB-járulékot. Csak júliusban több mint 500 000 embernek volt rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonya. Az ellátásra jogosultságot könnyen a tajszám megadásával ellenőrzik az egészségügyi szolgáltatók. Az OEP arról tájékoztatta televíziónkat, az orvosok rendezetlen jogviszony esetén sem tagadhatják meg az OEP által finanszírozott ellátás nyújtását, és nem térítethetik meg a beteggel az ellátás költségét sem. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 4-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap kánikulai melegre számíthatunk, nyugat felől hidegfront közeledik térségünk felé, mely előtt déli áramlással nagyon meleg, száraz légtömeg érkezik fölénk. Estére mindenütt kiderül az ég, a gomoly felhők feloszlanak, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. A holnap napos időt ígér, majd késő délutántól már erőteljesebb gomoly felhőképződés valószínű, de csapadék estig nem várható. A déli szél napközben gyakran megélénkül, este felé többnyire mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti jellegű hatás van térségünkben. Szombaton a Tiszántúlon még részleges kánikula lesz, vasárnaptól azonban megnyugszik felettünk a légkör, a jövő hét elejére a szél is mindenütt gyengül, általában napos, csapadékmentes, igazi nyári idő vár ránk. Újabb változás a jövő hét közepétől várható, egy markáns hidegfront hatására egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, és ismét többfelé várható csapadék.